Nem találtuk föl a spanyol viaszt, és nem szeretnénk történelemleckét mutatni. Egy olyan pszichodrámára és musical operára hívjuk a kedves közönséget, amely Kolozsváron talán szokatlannak számított, amikor bemutattuk Idestova 11 éve. Ma már azonban azt hiszem, hogy a kolozsvári közönség is megszerette a műfajt, és merem remélni, hogy megszerette ezt az előadást is, emlékszik rá, és szeretné újra megnézni. Az a szerep, amit én játszom ebben az előadásban, a Báthori Erzsébet musical operáról van szó, az tulajdonképpen a vérgrófnőnek becézett történelmi személyiség férje, a törökverő Nádasdy Ferenc, a Fekete Bég, akinek a testi erejéről és a karakterbeli nagyságáról legendák keringtek már életében. Amikor erre a szerepre készültem, úgy éreztem, hogy egy kicsit nehéz belebújni ennek a karakternek a bőrébe, hiszen a testalkati sajátosságok azok teljesen másmilyenek voltak a Nádasdy Ferenc esetében, mint amilyen testalkatom nekem van. Mégis megpróbálkoztam vele, és megpróbálkoztam minden olyan karakterbeli sajátosságot, amilyennek én látom, amilyennek én megismertem a tanulmányaim, olvasmányaim folyamán ezt a figurát, megpróbáltam belesűríteni. Nem a történelmi figurát szeretném megidézni, hanem megmutatni azt, hogy egy bizonyos karakternek vannak pozitív és negatív tulajdonságai egyaránt, függetlenül attól, hogy történelmi hősként tekintünk-e rájuk. Ez teszi igazán komplexé, és ez teszi igazán érdekessé a karaktert, ez teszi számomra is élhetővé és megélhetővé ezt a figurát. Nagy szeretettel várok mindenkit erre az előadásra, és várunk mindannyian, akik részt vettünk ebben a csodálatos projektben már 11 éve is, és most is.